A futballklub maga egyidős a Fradival, lassan 20 éve annak, hogy magyar bajnok volt az NB1-ben. Mostanra tulajdonosi visszájkodások után a megyei első osztályba csúszott, ám a Vác a bajban visszahívta egykori legendás Siker Kovácsát, a kispadra érkezett Csank János, a város díszpolgára. Cél a feljutás, két nagyon megnyert meccsük van már így is. A mester a vendégünk és vele a szinte örök váci csatár és tesi tanár Rusvai Gergő és a klub vezetőségi tagja Orbán Levente. Sziasztok, jó reggelt kívánok! A darázsveszély elmúlt már a lelátókon? Olvastam egy riportot az Origón, ott az első fordulónál, hogy le kellett zárni. Hát egy kicsit elhanyagoltabb volt a terep, hiszen azért még ezek a tulajdoni viszonyok a stadion körül azért szokásosak. És tényleg oda beköltöztek ebbe a időszakba, ami most nagyon nagy asszály volt, tényleg a rovarokat nehéz ott megfékezni. Nem is vette észre senki, csak amikor sorra került valami bejárás, és akkor látszott, hogy tele van a darázsa. Hát viszont most úgy tűnik, hogy a csapat jobban csíp, mint a rovarok. Tegnap 13-at hintettetek? Igen, tegnap kismaros ellen kupa meccsen 13-ig lett a végeredmény. Nem volt egy acélos csapat az ellenfél, de megrúgtuk ezt a 13-ból. János, azt mondnak, hogy lenne még olyan magyar csapat, vagy van olyan magyar csapat, amit hajlandó lenni így elkísérni a megyei első osztályba? Nem. A Vácon kívül senki? Nem. Mert ugye az érdekes, hogy akkor mennyivel jelent mást vagy többet neked a Vác, mint mondjuk az Eger, vagy az Ózd, vagy a Fradi? Hát nyilván a Fradival ilyesmi nem fordulhat elő. Hát Ózdon ott gyakorlatilag nem vagyok úgy benne a futballban semmiképpen. Egerbe megint nem találkoztam futballvezetővel már legalább 4-5-6 éve. Úgyhogy föl sem merült ilyen, hogy oda egyáltalán visszamennék. Itt is véletlenül alakultak így a dolgok, kényszerűségből egy kicsikét. Mindenképpen lett volna szerepvállalásom a Vácnál. Láttam a osztályozós mérkőzésüket, és utána beszéltem Bolonyi Bélával, meg Belár Gyulával. Nagyon kétségbe voltak esve, bár bíztunk abba, hogy a szövetség valamit kitalál, hiszen ez a csapat nem azért hülyette odáig, mert gyenge, hanem külön, hiszen a kereti csoport 5. helyéről álltak le annak idején, tehát ősszel, és azt hittük, hogy lesz valami, hogy talán NB3-ba tudnak indulni. Egy ilyen szaktanácsadószerűség lett volna ott egy kicsit a dolgot. Egyébként az alaphelyzet, de aztán úgy alakult, hogy sajnos el kellett, idézően mondom, sajnos különböző okok miatt, elsősorban betegség miatt el kellett ezt vállalnom, amit persze nem éreztem tehernek így. Nem beszélve arról, hogy utána kicsit hobbim is ez a játék szerencsére, amellett, hogy ez a szakmám is. Egy nagyon jó csapathoz kerültem, amelyben sok értelmes srác van, diplomások is többek között szép számmal, úgyhogy nagyon könnyű dolgozni, és relatíve jók a körülmények is. Ilyen szempontból mindenképpen ez jó. Másrészt ez a negyedik liga egyébként nem a tavalyi negyedik liga, hiszen az átszervezések miatt lényegesen erősebb, hiszen az NB2 feleződött, az NB3 feleződött. Ide is 7 NB3-as csapat csúszott le, plusz mi. Úgyhogy azért ez nem az a bajnokság, mint ami esetleg tovább. Hát ha már a diplomásokat mondtad, hogy itt van Gergő, említettem, tanárember, és ugye Gergő, te is egy fél év volt, amire elhagytad életedben ezt a Váci csapatot. Mit jelent számodra ez a klub? Csatár vagy, voltál gólkirály is, mi a Vác? Hát igazából nekem mindent ez a csapat jelent. Azért gondolom, nem is mentem el messzire, meg sokáig. Egy fél évet voltam Kecskeméten, meg még fiatal koromban ide-oda kölcsönadogattak, de nagy többsége végig itt voltam ezelőtt a tizen sok év alatt Vácon. Hát lényegében mindent ez a csapat jelent számomra. Akkor egykori NB2-es gólkirályt nem érzed rangon alulinak a megy egyben kergetni a labdát? Rangon alulinak egyáltalán nem érzem, de azért szokatlan, meg át kell azért venni ezt a stílus, mert azért egészen más egy NB2-es meccs mondjuk adott esetben Nyíregyházán vagy Békéscsabán, mint mondjuk elmenni Hévízgyörgyre, tehát a kettő között azért van különbség. Levente, azt nézzük, hogy milyen anyagi helyzetben vág neki most ennek a
célnak, tehát nyilvánvalóan a kapásból is egyből a feljutásnak ez a klub. Ugye itt elég zűrzavaros helyzet volt tavaly, most világos-e már ki a tulajdonos és mekkora a költségvetés, ugye Héger úr el, ma Mr. Marshall ott van-e, hogy néz ki ez a dolog, Vácott? Igen, tehát a tavaszi befejezés után, vagy szerencsétlen befejezés után azért teljesen más viszonyok kezdtek uralkodni. Azok után legfőképpen, hogy rengeteg tárgyalásba kezdtünk különböző csapatoknál. Elsősorban az volt a cél, hogy legalább egy NB3-as jogot tudjunk szerezni. Volt különböző tárgyalásunk akár... Hol álltatok legközelebb hozzá? Hát én úgy érzem, hogy az Újpesttel volt egy nagyon jó beszélgetésünk, de végül egy olyan összeget ajánlottak nekünk, ami teljes mértékben lehetetlen volt kifizetni. Utána később a Honvéddal is volt, de ott teljesen más lett volna a felállás. Inkább nem vállaltuk, végül pedig a Dunakeszi Kinizsi jogán, illetve a Dunakeszit kisegítő Váncrátot jogán sikerült nekünk egy megye egyes jogot 100%-ban teljes mértékben tulajdonba venni. Így most a John Marshall gazdasági társasága, egyik gazdasági társasága 100%-ban tulajdonolja a Vác FC megye egyes jogát. Így mondhatni azt, hogy a teljes tulajdon az a John Marshall kezében van. Így az ő befektetett anyagi javai biztosítják ennek a csapatnak a feltételeit, illetve remélhetőleg a feljutását is ebben az évben. Mekkora itt a büdzsé, hogy kell elképzelni az éves költségvetés? Én inkább úgy számolom, hogy egy ilyen 35-40 millió az a minimum. Az a minimum? Így van. Ez most mit jelent, Gergő, hogy ti abszolút amatőrök vagytok, vagy olyan fél profi státusban? Inkább olyan fél profi státus. Tehát, hogy azért mellette... Hát a fiatalok nyilván tanulnak. Tanulnak, melóznak az emberek. Igen, van, aki melózik, edzősködik, úgyhogy így eloszlik. Hát mester, ez most gondolom, ez most nem a sztárgázsi. Hát nem. A kispadon. Nem. De nem is ez a... Hát nem mondom, ez nem... Elvárás. Nem, egyébként nyilvánvaló, hogy mint mondott, ez egy kicsit a hobbis megoldás lett volna. Különösebben nem foglalkoztatott az a kérdés, hogy most hirtelen csapatom legyen, vagy ne legyen. Ha nem lesz, nem lesz. Ebben a ritmusban gondolkodtam akkor, és ahogy ez jött, akkor ez a gondolat, közös gondolat, akkor vállaltam el. Még mondottam, ez ilyen félprofi játékosok, egyébként annyi edzés van, mint NB1-ben. Ezt akartam kérdezni, hogy ugyanolyan profi szakmai és edzés munkát lehet végezni, hogy tervezhetsz, mint... Ugyanaz van nyilvánvalóan. Hát egy-egy játékos hiányzik adott esetben a délelőtti foglalkozásról, De hát azok egy kicsikét az idősebb korosztály, hogy úgy mondjam, akik a régi NB2-esek voltak, azoknál nyilván, hogy egy-egy edzés így kimaradhat. A többiek rendszeresen ott vannak, a terhelés megfelelő, úgy érzem, jó, hát még egy adag rész a végén, ami általában szakító, már többi osztályban az itt azért nem annyira az nyilván, de teljes mértékig tudunk dolgozni. És egyébként is, én nem nagyon értettem, mondták, hogy a második lényában például csak profi játékost lehetne alkalmazni a világon, mint ahol például a második ligában vannak félprofik, sőt amatőr játékosok is, tehát ezzel egyáltalán nem gyengül adott esetben egy osztálynak a futballja. Uh-huh. Így mondom, itt is teljes mértékig lehet normális edzésmunkát végezni. Hát ez hozzáállás kérdése. Hát természetesen. A csapat játékosai úgy látom, hogy akarnak járni edzésre, mert ez döntő, és aki elkéreckedik, az nyilván igazolt, mert biztos, hogy olyan foglalkozás van, amely miatt, hát eleve tudom előre, hogy van, aki főiskolára jár, például ilyen is van, nyilván az nem jön délelőtt, vagy két-három napig nem jön egyszer-egyszer egy hónapban, mert ilyen vagy olyan foglalkozáson vesz részt. Ez egyébként hál' Istennek normál, visszaköszön egy kicsit az egri időszakon, mikor Egerben voltam, ahol 6 főiskolás volt a csapatban, amikor először nyertünk ott bajnokságot második ligával, és az teljesen helyes dolog, ha valaki tanul, meg dolgozik. Egyébként plusz edzéseket meg simán lehet csinálni, hiszen azért vagyok. Tehát ha valaki adott esetben délőtt nem ér rá, és délután nincs edzés, akkor azért, ha ez egy fiatalabb játékos, akkor az nyilván megkapja a terhelés délután szólóba. Uh-huh. Gergő, ez hogy fog kinézni, ha az eddigi eredményeket nézzük? Valószínűleg így rommá fogjátok verni a mezőnyt egész évben? Rommá nem fogjuk verni, de reméljük, hogy megnyerjük a bajnokságot. Ez teljesen a elvárás, jogos elvárás. Az, hogy rommel verjük, az szerintem nem teljesen igaz, mert most a legutóbbi meccsünkön is Hévíz Györkön első gólig azért
azért elég derekasan küzdött az ellenfél, és masszívan védekezett. Emberfogás, szoros emberfogással védekeztek, betömörülnek a kapu elé. A pályák is nem a legjobb minőségűek, tehát az is végül is az ellenfélhez tartozik, hogy mondjuk elmegyünk adott esetben egy idegenbe egy csapathoz, ahol kicsi a pálya, rossz a pálya, masszív, szívós az ellenfél, amíg van ereje, azért darál. Tehát azért nem lesznek egyszerű meccsek szerintem idegenbe Vácon, talán annyival könnyebb a helyzet, hogy jó pálya van, nagy pálya van. Hát azért futásban azért igencsak kijön a különbség szerintem két csapat között, de meg technikai fölényben is vagyunk, de idegen mondom, ott azért lesznek nehezebb meccse. Mekkora előny számotokra az, hogy ilyen menő edzőtök van? Hát ez mindenképpen előny szerintem. Egyrészt azért, mert mi is jó erőben vagyunk, meg jó edzéseket kapunk. Másrészt meg hát talán azért lehet, hogy ránk is úgy néznek, hogy nem azt mondom, hogy meg vannak ijedve, de egy kicsit... Csangbébi. Kicsit talán meg vannak illetődve ellenünk az ellenfele. Aha. Levi, hosszú távú célok, most ugye meg kell nyerni ezt a bajnokságot, de ott lebegő a szemetek előtt az az egykori Csangféle NB1-es Vác, sőt, bajnok Vác. Így van, pontosan. Igen? Mi úgy gondolkodunk, hogy ez az év, ez megy egy, jövő év az NB3, utána pedig NB2. Tehát nekünk van egy 5 éves koncepciónk mindenféleképpen, és azt szeretnénk a Csangmesterrel érvényesíteni, de a csúcs az biztos, hogy az NB1. Az elvárás. Ha ez így sikerül, akkor hiába jönnek a felsőbb osztályokból ajánlatok, lehet, hogy a szíved is ott fog tartani? Hát jó lenne, ha meg tudnánk csinálni az első évet nyilván eleve. Azért tudni, hogy még osztályzót is kell játszani utána. Hát remélem, hogy azért ezt meg tudjuk csinálni. Hát aztán az NB3 azért már egy kicsit erős, hiszen ott jó csapatok kezdenek összejönni előbb-utóbb. Nagyon erős lesz így azért a bajnokság. Na jó lenne. Hát mindesetre jól érzem magam Vácon. Tehát egyébként is legtöbb helyemen jól éreztem magam Vácon, ebben viszont kiemelt. Hiszen 4 olyan évünk volt itt, amikor tényleg a magyar élmezőnyt vezettük egyfolytában. Sőt, amikor visszatértem másodszor, akkor is a Súranó pályán már dobogós hely felé közelítettünk, mikor hát sajnos ott is bejöttek az anyagi problémák, és gyakorlatilag majdnem szétesett a Vác, de akkor még egy-két évig tudott valahol teljes élvonalba kapaszkodni. De most úgy tűnik, hogy így ilyen szempontból sinem vagyunk. No, hát uraim, akkor sok sikert a foci reneszánszhoz. Vácot, oda fogunk rá figyelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.